Sziasztok, itt vagyunk a volt Pénzverdénél, ahol a Tilos Rádió üzemel jelen pillanatban, és most megnézhetjük, hogy hogyan készül a szokolébresztő. Szaladjunk be, mert elég hideg van itt kint. Most felderítjük, hogy itt van-e a Szentpéteri Laci, aki a mai vendég és autóval érkezik. És az autók azok onnan hajtanak be, de onnan nem jöhetnek be a gyalogosok, mint mi. Ezért általában be szokott tudni jutni, csak most nézem, hogy hol az autója. Hát mindegy, oda talál a stúdióba. Átvágunk a Dzsindzsáson. Ikonikus, magyar kultúra ikonikus épületében lépünk be, nem csak a Tilos Rádió van itt, hanem a 2-4 próbaterem is. Tehát ez végülis nem a reklám helye, de kitűnő próba hely, láthatóan esküvő is volt itt valaha. És ez már itt a Tilosnak a lakókocsija. És a Szentpéteri Laci, aki az ázsiai űrszakértőnk, ami nem egy ázsiai űrszakértő, egy magyar, de az ázsiai űrprogramokat nagyon jól szakértő ember, aki az űrvilág.hu alapító főszerkesztője, és gyerekkorom óta ismerem, mert sokat jártam az előadásaira, még általános, sőt, általános, már általános, de aztán főleg középiskolás koromban. Hát lehet, hogy ő már bent van, lehet, hogy ennyire eminens a Szentpéteri Laci, hogy ő már ott vár minket a Tilosban, úgyhogy most behatolunk. Van itt minden, kérem, most mindjárt meglátunk néhány analóg technikai csodát. Hoppá! Itt már is feelingbe kerül az ember, amit ilyen gombokat és komoly kapcsoló szekrényeket láthat. Szerintem ez pont olyan, ami ennek az ember elképzeli a Tilos Rádió szerkesztőségét, és tényleg eredeti metró megálló tábla, és hát akkor ráutaló magatartást teszünk, most behatolunk. Hello! Itt a... Hát itt van, na ő az, ő az. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Ők itt sürögnek, forognak, úgyhogy már forognak. Lehet, hogy már be is portoztak engem, tehát hát mindent... könnyű. Mindent, akkor jó reggelt! minden rögzítésre kerül, úgyhogy mostantól... Ezt még befejezem, jó? Mindenképpen, persze. Benne a szokolébjesztő. Na, szóval most az van itt, hogy igen, megtekintjük, hogy az adás kezdetének perceiben induló holdszondával mi a helyzet, mert akkor ezt így meg kell tudnunk mondani, hogy jó napot kívánunk. Éppen elindult a holdfejlő az űrszonda. Mondom, a Space Junk kis srácok közvetítésében néztem a második fokozat gyújtásának a feléig, de aztán akkor le kellett lépnem, hogy ide érjek. Na jó, oké, tehát nem követünk el nagy hibát, hogyha az adás elején azt mondom, hogy sikeresen elindult eddig, ameddig láttuk, addig. Igen. Január 3. hetében kéne landolni a Japan Slimnek. Ami ott a pici izének? Az, ami, verje, ami az a kis ravasz, ami futballpályányi területre landolna. Igen, az lenne, de az már ott van hold körüli pályán, ugye? Körüli pályán. Na, de arról is fogsz beszélni? Én nem terveztem, de ha te ezt szóba hozod, akkor... Hát nyilván akkor szóba kell hoznunk, és akkor... Rácsatlakozom. Jó, oké, oké, csak akkor rátkötsz a Chandrayanra, hogy indiai hát rögzom, ja, és akkor... Jó, nagyon jó, hát ez csoda jó. Amúgy minden rögzítésre kerül, és felhasználható ellened a bíróságon. Én mondtam én bárki. Nem, semmit, mindannyian ismerünk olyan embereket. Ismerünk olyan embereket, érted. Yes. Hát erre nem is gondoltam, Xi Jinping. De milyen jó csajokat választottak ki belarusz űrhajósnak, ugye? Ezt nézted? Ugye? Tehát azért mondjuk valami jót. Az a négybe is csúfa, ilyen... Na jó, na, hát az a... Most ugye, arra nincs engedélyünk, hogy az ő arcuk is rajta legyen. Így van, ó, de gyönyörűen föl van díszítve. Hát ez szia. Hello. Sziasztok! Hello! Ugye?
Jaj, de jó. Nyugodtan felvehetek, én mindent hozzájárulok. Ja, igen? Persze, nyugodtan. Figyelj csak! Én mindenhez hozzájárulok. Te már úgyis mindenben benne voltál. Remélem is. Sziasztok, jó. Sziasztok. Szekértem egy kövét. Felírtam egy újabb protokoll, már meg én figyeljük. Arra jöttem, amikor ezeket visszahallgattam magam. Igen. Én halk vagyok. Igen, ami mert... Ami furcsa, mert előadáson mindig üvöltök. Igen, én mindig föltollak, csak nagyon az irány karakterisztika miatt teljesen ilyen, ilyen közel kell lenni. Én már régen tudtam, hogy belőlem. Jó. Jó, ez jó lesz nekünk indításra. Na várjatok, most kéne híradót indítani, igaz? Hát akkor nem tudom, mi van. Kell híradó? Oké. Boker Dovze, ha me Ustaime FM Radio Tel Aviv. Ja, nem csak vicceltem. Igen, hát itt vagyunk már a stúdióban. Megy a tilos hírek, és akkor utána mindjárt belecsapunk a lecsóba. Itt most nagyon jó idő van, tehát itt működik a klímaberendezés, remélem nem fog nagyon belehallatni. Egyébként elképesztően jók a hírek a tilosban, mindig a olyan híreket lehet itt hallani, amiket sehol máshol, tehát semmi aktuál politika, meg ilyesmi nincs benne, hanem például ilyen tudományos hírek, hogy éppen mit fedeztek föl Florida partjainál búvárok. Tehát ilyen híreket azért hol máshol hallasz reggel 9-kor? De te vagy a zöld mikrofon, be vagy kapcsolva, csak még nem toltalak föl. Hallak így, de na figyeljetek, action! Reggel? De, igen. Jubilum. Jó, hogy mondod. Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig... Tudom, hogy ez a jubileumi 175. adás volt, ezt azért mondjuk el így az utolsó utáni pillanatban. Köszönöm, hogy részt vettem. Így van, és hát sokolebresto.hu oldal felől közelítve elérhető a Parallaxisnak az összes olyan felülete, ahol vissza lehet majd hallgatni ezeket. Sőt, ez egy olyan különleges adás lesz, hogy még vissza is lehet a terveink szerint nézni, mert először itt a stúdióban jelenlevő kollégák kamerával rögzítették, hát nézzük meg, mi lesz majd ebből. Minden esetre mindenkit szeretettel várunk. 2 hét múlva, amikor újra jelentkezik a Ébresztő. Most pedig mindjárt azonnal befejezzük a műsort. Köszönjük szépen a figyelmet, jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Szentpéteri Lászlónak még egyszer nagyon köszönöm a részvételt, egy élmény volt. Viszontlátásra és viszonthallásra, vagy micsoda. Sziasztok! Hello. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.